Sziasztok, én Forzor vagyok, és ma azt fogjuk megnézni, hogy mennyire használható a TikTok valami értelmesre. Igen, ebben a videóban újra a TikTokos bűvésztrükköket fogok kipróbálni, megnézzük, hogy mennyire használhatóak, és megpróbáljuk együtt megtanulni. A legutóbbi része decemberben volt, és ez már majdnem 2 hónapja volt, és az tetszett nektek, úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálok még egyet. Na mindegy, akkor vágjunk is bele. Nézzük is meg akkor a legelsőt, amit most fogunk csinálni. Ez egy ilyen... az a kerek, amit ráraksz, a kupakos trükk lesz. Nézzük is meg! Jó, ez elég egyszerűnek tűnik így elsőre, úgyhogy próbáljuk is meg. És akkor itt van a két kupak, ugye az egyikkel azt fogjuk csinálni, hogy megfogjuk és vágunk bele egy ilyen X-et. És meg is van, összekarcoltam az asztalt, és megnyomom az ujjamat. És akkor nézzük is meg, hogy ez hogyan jön össze, ugye egyiket így titokba elrejtjük az ujjunkon, ezt így behajlítjuk, valahogy igen, és feldobjuk ezt. Nem így. Feldobjuk és... Feldobjuk. Feldobjuk. Jó, ez nem rossz. Lehet még látványosabb, hogyha így, amikor feldobjuk így... Na, mármint arra gondoltam, hogy így... Feldobjuk és akkor... Így levegőbe kapjuk el. És meg egy kis nyomot is hagyott itt az ujjamon. Ez a következő elvileg egy valamilyen pénzes dolog lesz. Nézzük is meg, hogy ez mit tud. Cool trick you could do for your friends at school. Take a regular dollar bill, and you're gonna fold it in half, and then you're gonna rip, and you can hear it ripping, and I'm just gonna rip the face out of the middle of the bill. Right? And then I'm gonna take it to my hand, I'm gonna crumple it up, and... make it vanish. And then it's gonna appear back in the middle of the bill. To do this trick, you'll use a regular $1 bill. When you fold it in half, you actually do rip a little bit here and a little bit here, but then you fold it back and pretend to peel it off. It's really just folded back there. Now you can do some magical gesture to make it vanish, and all you have to do is open the bill to make it reappear. És itt van ez a valódi 20.000 forintos, ezzel fogjuk csinálni. Csináljátok igazi pénzzel is, de nekem most nincs szívem most ezért, mert ugye valójában el lesz kicsit képve, de nem nagyon, úgyhogy ez annyira nem vészes, meg fel is lehet utána használni, és ugye akkor így kell, behajtjuk, kicsit így eltépjük, ezt így letépjük, megesem, és jó, és olyan mindegy, igazi 20.000 forintos. Úgyhogy ez egy elég jó trükk, és igazából is működik. Azért jobb, hogyha igazi pénzzel csináltok, és nem egy ilyen papírdarabbal, mert ezen itt valamennyire azért látszódik, hogy itt el van tépve, viszont mondjuk egy igazi pénz, azon több minden részlet van, és nem fog annyira látszódni, mert így elveszik. Ez meg csak egy ilyen papír, és nincs semmi, ami összeolvadjon meg ilyenek. Ugye ezeket a videókat a TikTokon nézem, és nekem is van TikTok fiókom, ott is be tudsz engem követni. Most a következő az elvileg úgy láttam, hogy egy ilyen kártya eltüntetés lesz, úgyhogy nézzük is meg, hogy ez mit tud. Ó, ez elég okos volt, ez ugye kell egy darab kártya, ez egy ilyen répgebbi pakt, úgyhogy ennek mindegy, és egyszer félbe kell hajtani, és ezt a felét így lehajtjuk ugyanúgy félig, és nagyjából annyit kell itt csinálni, így fogjuk, hogy így lehúzzuk így a kezünkkel. És akkor itt is van a kártyán, én nem tudom, mert ez nekem nem teljesen úgy néz ki, mint a videóban, arra figyeljünk, azt most vettem észre a videóban, hogy ide tesszük a kezünket, és közben, miközben ezt húzzuk így le, az ujjunkkal így húzzuk le, aközben ezt felvisszük a kezünket, és jobban úgy fog tűnni. Hát nem tudom, nekem ez annyira nem tetszik, de hát ha ti valami jót ki tudtok belőle hozni, lehet nem fogom kirakni a Instagramra, bár egy kis gyakorlással szerintem szépen meg lehet csinálni. How to make the coin cross the cup.
coin in the cup. Fall to the left hand. But when we do the magic show, need to stuck with your right hand. Depart bottom of the bottle with your left hand. The coin cross the cup. Ez egy jó trükk is, elég látványos, egy pohár kell hozzá, ugye meg egy pénz, 5 forintos, vagy bármilyen más is, annyi a lényege, hogy bent van. Ó, ez hangos lesz. Bent van itt ebbe, és elvileg ugye úgy kell, hogy így bele, nincs, és akkor így várjuk, hogy itt van benne. Annyit csinálunk, hogy átvesszük, és még egyszer. És benne is van. Ezt is igazából csak gyakorolni kell, és szépen menni fog mondjuk ilyen ebédnél, meg ilyeneknél igazán jól tud működni. Így gyors, könnyen meg lehet tanulni szerintem, és jól néz ki. Hogyha szereted ezeket a bűvészes témájú videóimat, akkor nyomj erre a videóra egy lájkot, és majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!